Ünnepnap vagy figyelemfelhívás, egyszerű évforduló vagy emlékeztető. A Nemzetközi Nőnapot március 8-án tartják világszerte, és bár ma már egy békés, virágos ünneppé halványult, eredetileg a nők egyenjogúságáért harcoló demonstratív nap volt. Hogy mi történt 1857 óta és hol tartunk most, arról beszélgetek vendégeimmel a következő percekben. Köszöntöm a stúdióban Szabó Tóth Kingát, a Miskolci Egyetem Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének igazgató. Jó estét! Köszöntöm Varga Andrea alpolgármester asszonyt. Jó estét kívánok! És köszöntöm Gulyás Klárát, a Tokaj-Hegyalja Egyetem egyetemi adjunktusát. Jó estét kívánok én is mindenkinek! Jó estét kívánok! 1857-et említettem a felvezetőmben, ugyanis ebben az évben, március 8-án emberibb munkafeltételeket és magasabb fizetést követelő textilipari nődolgozók vonultak ki New York utcáira. Egyes források szerint innen indult minden. Mi jellemezte azokat a nőket? Hát én örülök, hogy ehhez az időszakhoz datáljuk, mert én is úgy gondolom, hogy én ezzel jobban tudok azonosulni, mint bármi mással, meg kell, hogy mondjam. Tehát egyrészt, hogy New Yorkból kezdődött az egész, másrészt pedig nők magukért vonultak ki. Szerintem ez azóta is nagyjából így van, bár nyilván ezek sokkal békésebbek, mint a felvezetőből is kiderült, illetve hát azt is meg kell nézni, hogy melyik országban vagyunk, mert ugye relatív, hogy éppen miért vonulunk ki, vagy miért emelünk szót, meg egyáltalán, hogy a férfiak ebben mennyire vonhatóak be, hogy ők mennyire emelnek szót a nőkért, és vice versa. Tehát az lényeges, hogy melyik időszakról és melyik országról beszélünk, mert nyilván most már nem azokért vonulunk ki, amiért akkor, nem tudom, már több száz évvel ezelőtt. Megbeszéltük még a kamerák forgása előtt, hogy nem történelem óráról lesz szó, de azért még két évszámot hagy említsek meg, hogy a női egyenjogúság és a nők emberi jogainak napját 1917 óta ünneplik más országokban, Magyarországon 1948 óta. Ennyit még hozzáfűzök, mert ugye 1857-es dátummal indult minden, és Magyarország kifejezetten fontos, hogy itt ettől a dátumtól ünnepeljük. Mit jelent a magyar nők számára? Alpolgármester asszonyra nézek, a nők egyenjogúsága a mai világunkban. Azt gondolom, hogy nagyon sok hasonlóság van abból a szempontból, hogy amikor elindult ez a fajta mozgalom, akkor is ugye a munkabérekért bizonyos textilipari tevékenységet folytató gyárakban dolgozó nők indultak el. Ez mutatja azt, hogy a szerepeink azok köthetők bizonyos tevékenységekhez, például textilipar, varrás, kézimunka és minden egyéb az egy nagyon fontos dolog, és az egyfajta női szerep. Ezért munkabért kapni, azért ki kellett menni az utcára, hogy ez nem feltétlenül természetes, és én nagyon sokszor érzem úgy ma is, hogy természetesnek veszünk bizonyos szerepeket, bizonyos feladatokat, amelyeket meg kell tennie egy nőnek, és talán arra jók ezek az ünnepnapok, amiket én inkább ilyen figyelemfelkeltésnek gondolok, hogy bizony még ma is van számos olyan kérdés, amiben érdemes tovább gondolkodnunk, és nem egészen biztos, hogy természetes az a helyzet, amiben élünk, és hogy bizony a 21. században talán ezeket a szerepfelfogásainkat érdemes lenne újra gondolni, egy kicsit formálni, alakítani. Szóval szerintem nagyjából ezek azok a fontos dolgok, amikben biztosan, hogy ma is kell, hogy gondolkodjunk. Kell, hogy gondolkodjunk, nem feltétlenül kell szerencsére utcára vonulnunk, de ha kéne ma, hogy miért vonulnánk? Én azt gondolom, hogy onnantól, ahonnan indult a nőnap, még lehet, hogy más a kontextus, meg más a helyszín, de hogy ma is van aktualitása, esetleg az intenzitása már nem olyan erőszakos, mondjuk, mint abban az időben volt,
de valóban most is kell, hogy beszéljünk róla, például a bérezés kérdésében, a munkavállalás területén, illetve én is abban látom, ahogy a polgármester asszony is utalt rá, a szerepekkel, a női szerepekkel kapcsolatos, és különösen a szerep elvárásokkal kapcsolatos konfliktusok, mert hogy én azt gondolom, hogy a nőknek szinte mindegyike az élete során belekerül egy olyan helyzetbe, amikor szerepkonfliktusokkal kell szembenéznie, és ezt nagyon-nagyon nehéz összeegyeztetni az őt körülvelő lokális közösséggel, és különösen akkor én azt gondolom, amikor olyan nőkről, mert hogy egyébként a nők különböző társadalmi helyzetben vannak, különböző kultúrákban élnek, és ez a 20. század második felétől, ugye a társadalomtudományokban ez nagyon előkerült, hogy igazából női szerep mint olyan nem is nagyon létezik, hanem női szerepekről beszélünk, mert azt gondolom, hogy például mi, ahogy itt ülünk négyen, egészen más a mi közösségünk szerepelvárása velünk kapcsolatban, úgyhogy azt gondolom, hogy van aktualitás, és az egyik ilyen ezeknek a szerepeknek az újragondolása. A szerepekről beszéljünk akkor egy picit, és azt gondolom, mivel így majdnem, hogy baráti beszélgetés valósul meg, mindenki, hogyha a maga szerepéről, maga női szerepéről mesélne egy kicsit a nézőknek. Hát én ugye gondolkodtam, hogy mit is mondjak ezen az alkalommal, de azon gondolkodtam, hogy én, és lehet, hogy Klára nevében is beszélhetek, mert mi hasonló területről vagyunk kutatóként is akár. Tehát a társadalomtudományban talán szerencsések vagyunk, ilyen értelemben, hogy én például sose éreztem a munkaerőpiacon hátrányt amiatt, hogy nő vagyok, ugye, de azért bölcsészettudomány, társadalomtudomány, szociális területek, tehát ezek azok, amiket én képviselek, de ez is valójában azért is van, mert ezen a területen több a nő. Tehát ezek a pályák tipikusan olyanok, amiket a nők szívesebben választanak, pont amiatt, hogy mit várunk el a nőktől, hogyan szocializáljuk őket, hogyan neveljük, és a társadalom is ezt várja el. De valószínűleg, ha egy műszakis kolléganő ülne itt, ilyen értelemben, és hát András társadalomkutató, társadalomtudós hátterű, akkor mást mondaná el, mert én szoktam velük beszélgetni az egyetemen, és azért ott elmondják, hogy számukra az előrejutás már nem olyan egyértelmű, mint a férfi kollégák számára. Tehát viszont, hogyha engem, tehát hogyha személyes életemben, én nem tudok nagyon olyan helyzetet, amikor hátrányért volna azért, hogy nő vagyok. Az akadémiai körökben volt néha olyan, hogy elmentem egy doktori védésre, vagy egy habilitációs védésre, és ott mondjuk azt gondolták rólam, hogy én fogom a vizet kirakni, vagy a jegyzőkönyvet vezetni, tehát ilyenek egyértelműen vannak, és ezek a mai napig is nagyon gyakran előfordulnak, hogyha a nő megjelenik a színen, akkor társítunk hozzá bizonyos dolgokat, hogy majd ezeket a dolgokat csinálja. De megint csak az is nagyon lényeges, amit itt a nőtársaim elkezdtek mondani, hogy az sem mindegy, hogy milyen iskolai végzettségbeli nőről beszélünk, milyen kultúrájú, akár kisebbségi léthelyzetről beszélünk, mert ez még nehezítheti. Hiszen mi azért középosztálybeli polgárságot képviseljük, de mindig ide kell hoznunk azokat, akiknek nincs ilyen szerencsés helyzetük, mint amilyen talán. A polgármester asszony. Az én esetemben talán egy kicsit izgalmas a kérdés, mert a mai magyar közéletben azt gondolom, hogy arányaiban kevesebben vannak a nők, illetve nincsenek kevesebben, csak nem az első sorban. És ez azt hiszem, hogy talán nem véletlenül alakult ki, és amit Kinga mondott, hogy amikor egy akadémiai beszélgetésen azt gondolják, hogy majd a nő fogja kitenni a poharat, de ez a közpolitikában és a közéletben ugyanúgy előfordul. Tehát, hogy egy kicsit változnunk kell nekünk magunknak is, és én sokat gondolkodtam rajta, hogy vajon ennek az az oka, hogy a férfiak nem engednek minket bizonyos területekre, vagy az az oka, hogy mi magunk nem gondoljuk azt, hogy ezekre a területekre belépjünk. És ez szerintem egy nagyon izgalmas kérdés, és biztosan nagyon sokan foglalkoztak már vele. Én nagyon sokszor érzem azt, hogy a nők maguk is tudnak olyan helyzeteket teremteni, hogy esetleg nem is gondolják, hogy nekik egy-egy lépéssel előrébb kellene lépni, pedig azt gondolom, hogy amilyen színes a társadalom, olyan színesnek kell lenni, például a közpolitikai szereplőknek is, annyira sokszínűnek, változatosnak, hiszen mindenki egy másfajta szemléletet, egy másfajta gondolkodást tud képviselni,
és az élet más területeire vannak jobb rálátásai. De a társadalom egészét mi mindannyian alkotjuk, ezért nagyon fontosnak gondolnám, hogy ezen a területen is legyen egy jelentős előrelépés. Most gondolkodom, hogy arra reagáljak, amit Andrea mondott, mert hogy nagyon izgalmas, hogy az eredeti kérdésre, hogy a saját szerepeimmel, hogy vagyok mind a kettőre. Igen, tehát azt gondolom, hogy én is egy viszonylag szerencsés helyzetben vagyok, mert ugye a társadalomtudomány területén is azt gondolom, hogy talán, vagy legalábbis azt feltételezem, hogy elfogadóbbak a férfi kollégák, de nem minden esetben. És hogy az előbb utaltam rá, és Kinga is, hogy ez azt szerint is differenciálódik, mármint a reakció vagy a szerepelvárás, hogy az adott nő kötődik-e más a többségi társadalomtól eltérő kultúrához. És miután magam roma nőnek azonosítom, roma értelmiségi nőnek, ebben a helyzetben, és azt gondolom, hogy egy kicsit speciálisabb, de mondhatnék bármilyen más többségi társadalomtól eltérő kultúrájú nőt, én azt gondolom, hogy ezek jobban felerősödnek, és nyilván amiatt, mert ugye a roma közösségekkel kapcsolatban is vannak olyan sztereotípiák, vagy atrocitások az élet minden területén, ami a roma nők esetében hatványozottabban előkerül. Ezzel kapcsolatban nagyon érdekes, hogy az értelmiségi körben is értek már atrocitások. Tehát az, hogyha mondjuk egy értelmiségi diskurzusban, vagy egy szakmai kérdésben mondjuk leülünk beszélgetni, és ez mondjuk egy társadalomtudományi kérdést feszeget, akkor valahogy még úgy terelődik a beszélgetés, hogy nem antropológusként azonosítanak, hanem mondjuk roma antropológusként, és ezt azt gondolom, hogy hiba, és ezekről is nagyon-nagyon fontos, hogy beszéljünk, illetve amit Andrea mondott, még arra szeretnék nagyon röviden reflektálni, hogy a nők maguk is félnek mondjuk előrébb lépni bizonyos helyzetekben. Én azt gondolom, hogy ez csak azt, például ilyen beszélgetések tudják feloldani. Én azt gondolom, hogy ez nem azért van, mert mi alapvetően ilyen a személyiségünk, hogy félünk, hanem a társadalom tesz minket olyanná, hogy van egy fenyegetettség érzésünk, hogy lehet, hogy atrocitások fognak minket érni. Tehát ez inkább egy ilyen védekező mechanizmusként értelmezhető, azt gondolom. Illetve talán az is, amit most mondtok ahhoz kapcsolódva, hogy, és amit kérdezett szerkesztőasszony is, hogy magunkra veszünk sztereotípiákat. Igen. Tehát ez nagyon lényeges, hogy mire tanítjuk a gyerekeket. Én mindig a nevelést tartom az elsődlegesnek szociológusként, hogy óvodától kezdve mi a tananyag, illetve mi a rejtett tanterv, hogy mondjuk a tanárok is, az is egy elnői esedett pálya, és a fizetések és a presztízs is nagyjából így. Mert amelyik pálya elnői esedik, ott a fizetések és a presztízs is nagyjából, hogy ismerjem, lejjebb kerül. De hogy mit látnak a gyerekek, mit tanulnak a gyerekek, mit látnak nőtársaiktól, bátran ki tudnak-e, kimernek-e állni adott esetben. Például nálunk az egyetemen nagyon lényeges, hogy van ilyen, hogy lányok napja a műszaki területekre, próbálnak vonzani pontosan a természettudományokra, egyéb tudományokra, matematikára is hasonlókra lányokat, mert ugye ez is egy olyan sztereotípia, hogy ahhoz a nők nem érthetnek, mert ja, és akkor bizonyítják is azzal, hogy nézzük meg a Nobel-díjasokat, meg mit tudom én mi, de ez vice versa működik. Tehát azért nem hiszünk magunkban, mert gyerekkorunktól kezdve esetleg nem azokra a pályákra terelnek minket, és mi is adunk magunknak egy ilyen korlátot. Illetve még annyi, hogy sokszor azért az előfordul, akár az akadémiai körökben, akár úgy említette Andrea politikát, a hatalmi kérdésekben, erről vannak kutatások. Tehát például az Európai Uniónak van olyan kutatóközpontja, kifejezetten női esély egyenlőséggel foglalkozik, és az ENSZ-nek is, és meg kell, hogy mondjam, hogy Magyarország nem áll jó helyen. Tehát a hatalmi kérdésekben kifejezetten egyszerűen a nők egy középvezető szintet még el tudnak érni, vagy egy kis település polgármesteri szintjéig el tudnak jutni, vagy egy nagyobb a polgármesterig, de igazándiból mutatóban vannak női politikusok, és most ez a nagy politikában is nagyon rossz arányba állunk Magyarországon, úgyhogy ez a hatalmi, illetve a családon belüli dominancia kérdéseket is én fontosnak tartom, ez az erőszak, hatalmi viszonyok és a többi. De ez is visszatérünk, igen, de először még a szerepekről, illetve arról, hogy amiben, ha jól látom, akkor mindannyian egyet értenek, hogy sokszor a nők maguk félnek előrébb lépni, de ha most ezt nem tekintjük, és csak arról beszélünk, hogy mi az, amiben ma jelenleg nem egyenjogúak a nők, akkor mit említenének?
Azért a statisztikák mutatják, hogy például bérezési kérdésekben ahonnan a nők indult is a dolog, az még átrébb vannak. Mindig. Tehát ahonnan indultunk, ott ma még mindig aktuális kérdés. És az is nagyon érdekes, hogy középvezetői szinten is vajon hogyan alakulnak a viszonyok, vajon a középvezetők között van-e olyan különbség, például bérezésben, ha már középvezetők között vannak nők. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és a feladatelvárások. Tehát, hogy amikor minden nő, aki egyben családanya, feleség, házastárs, vajon meg tudja-e oldani azt ő, hogy a feladat elosztást mondjuk családon belül, az úgy tudjon megvalósulni, hogy ott vannak arányok és egyenlőségek. Vagy pedig a hagyományos családfelfogás alapján a nő feladata az, aki a háztartást elrendezi, a gyerekeket neveli, és ez azért a munkaidőn felül többletfeladatként jelentkezik. És azt gondolom, hogy ma, a 21. században is nagyon tudatosnak kell lennie egy nőnek a gyereknevelésben, a háztartásvezetésben és minden egyébben ahhoz, hogy ott egyenlő arányok vagy szerepek tudjanak egymásra hárulni férj, feleség, családtagok között. Tehát, hogy én ebben is érzek egy ilyen egyenlőtlenséget még ma. Igen, és ugye az volt a kérdés, hogy ez ma miben nyilvánul meg. Szerintem én is azt gondolom, hogy a bérezés az első és legfontosabb, illetve a vezetői státuszok betöltése, amire King az említett kutatással utalt már. Ami talán változott, hogy a jogi környezet, ez szerintem nagyon fontos, hogy biztosított, tehát, hogy Magyarországon és nyilván más európai országokban, mondjuk a nőnap történetéhez, tehát, hogy azért van egy fejlődési folyamat, tehát a jogi környezet biztosított, de ennek ellenére a mindennapi gyakorlat teljesen más, illetve torz képet mutat, én azt gondolom. Emiatt vannak azok, hogy a statisztikai adatokból azért kiderül, hogy a jogi egyenjogúság ellenére is nagyon komoly eltérések vannak például a vezetői státuszban, és nyilván mondjuk magánéleti szinten pedig, hogy hogyan tudjuk összeegyeztetni mindezt háziasszonyként és értelmiségiként, az egy megint egy külön is nagyon izgalmas téma. Én azt gondolom, hogy nagyon nehezen, és különösen a munkahelyi szerepelvárásokkal kapcsolatos, tehát, hogy azok nem nagyon alkalmazkodnak például a női szerepekhez, a klasszikus értelemben vett női szerepekhez, úgyhogy nincs könnyű dolgunk. Még az jutott eszembe ehhez, amit mondtatok, hogy a társadalmilag kötött idő, tehát szociológiailag ugye ezt szoktuk, hogy az időmérlek kutatások, és kiderül, hogy a nőké 1-2 órával több napi Igen. szinten, mint a férfiaké, mert az Andrá által említett nem fizetett munka, de meg kell csinálni, és egyebek. Viszont jó hír, hogy Spéder Zsolt kutatásában meg kiderül, hogy azért a férfiak is kiveszegetik a részüket dolgokban, egyre jobban a gyereknevelésből is akár, de ez generáció függő is, mert inkább a fiatalok, meg iskolai végzettség függő is, mert inkább az iskolázottabb férfiak, és ők is akkor ebben már van egy kis cserebere. És egyébként az is kiderül, hogy azokban az országokban vállalnak több gyereket, ahol rugalmas ez a fajta munkamegosztás. Tehát nem véletlenül azért ez. A bérezést említették mind a hárman, hogy gyakorlatilag a kezdetek óta, amióta azért küzdenek a nők, hogy ugyanaz a bérezés legyen, azóta ezt mégsem sikerül maradéktalanul elérni. Ez egy érdekes információ, nem kellett sokáig kutatnom az interneten, hogy megtaláljam, hogy 1957 óta szerepel az európai alapszerződésekben az az elv, hogy a férfiaknak és a nőknek egyenlő munkáért egyenlő díjazást kell kapniuk. És most Igen. 2023-at írunk. Ez az, amire Klára is utalt, hogy a jogszabályi környezet ebben is megvan. Tehát amikor mondjuk közalkalmazott, köztisztviselő esetén nincs kérdés, hiszen van egy bértábla, és megvan az adott bérezés. Itt jön be az, hogy viszont
lesz-e belőle felső vezető, uh-huh. vagy középvezető, vagy csak bizonyos feladatköröket láthat el. Tehát ez teszi izgalmassá mondjuk ezen a szinten, de azért a gazdasági életben pedig látunk különbözőségeket ennek ellenére még ma is. Uh-huh. Egy következő téma még, amit Kinga említett az előbb, az erőszak. Értelemszerűen nem ezzel szeretném lezárni a beszélgetést, úgyhogy ez csak egy rövid kitérő, hiszen aktualitás olyan szempontból, aktualitása mindig van, de most még inkább, hogy a Covid jelen volt az életünkben, nagyon sok forgatást készítettünk mi magunk is itt a Miskolc Televíziónál, ahol szakemberek arról beszéltek, hogy ebben az időszakban teljes mértékben megfigyelhető, hogy a nők elleni erőszak, a családon belül erőszak az nőtt. Hát igen, nekem erről mindig az jut eszembe, hogy először is a szemléletben kell rendet tenni. Tehát az a baj, hogyha egy társadalomban egy ilyen patriarchális, hogy is mondjam, modell van és értékrend, hogy van, akinek mindent szabad, a másiknak meg semmit. Illetve, hogy ezeket a játszmákat kifejezetten támogatjuk, akár az iskolában, tehát ezért mondom, hogy a nevelés nagyon-nagyon lényeges, hogy a gyerekek mit tanulnak meg, milyen játszmákat látnak otthon, és a magyar családok ilyen szempontból nincsenek jó állapotban. Tehát a felében vannak egészségtelenül működő dolgok, és akkor ezt tanulja meg, hogy a nőket esetleg le lehet nyomni, és játszmákban alárendelt szerepbe lehet kényszeríteni, és ez sajnos minden nap szinte előbukkan egy ilyen hír, hogy hogyan voltak esetleg, hogyan milyen atrocitások érték a gyerekeket vagy a nőket a családban, de ez egy nagyon nagy topik tényleg, és én sem akarok ünneprontó lenni, mert erről órákig tudnék beszélni. És legyünk azért igazságosak, igen. Tehát a családon belüli erőszak az érinthet férfiakat is, fiúgyerekeket, gyerekeket, időseket, felnőtt idős embereket. Tehát, hogy a családon belüli erőszak témája az nem csak kifejezetten egy női téma, vagy egy női ügy, viszont hihetetlenül fontos, szerintem egyre fontosabb, pont azért, mert ahogy elkezdünk róla beszélgetni, akkor látszik, hogy ez egy mennyire bonyolult és összetett kérdés, és hogy mekkora felelőssége van benne a társadalomnak. Csak egy nagyon rövidet. Én is azt gondolom, hogy olyannyira rendet kéne tenni a fejekben, és onnan kéne indulni, hogy egyáltalán mi minősül bántalmazásnak. Uh-huh. És ugye itt is a nevelés az, ami a legfontosabb, hogy olyannyira megszoknak bizonyos családokban bizonyos hozzáállást vagy viselkedést a nők felé, amit természetesnek bizonyul, és később már csak felnőttként ébred rá, mondjuk egy több éves elnyomás után, hogy egyébként az bántalmazás volt. Tényleg hatalmas téma, tehát ezt akár önállóan is lehetne egy stúdióbeszélgetés részeként tárgyalni, mivel ugyanis hamarosan lejár az időnk, ezért egy picit evezzünk kellemesebb vizekre, és arról beszéljünk, ami egy roppant egyszerű kérdés, de szerintem viszonylag nehezebb rá válaszolni, miért jó nőnek lenni ma? Hú. Én sose akartam férfi lenni, úgyhogy nem tudom, milyen férfinak lenni, tényleg nem tudom. Illetve én, nekem az is eszembe jutott, hogy én olyan családból jöttem, ahol soha nem volt megkérdőjelezve, hogy nekem hol a helyem. Tehát, hogy már az volt a szerencsém, biztos a többiek is hasonlóképpen vannak, hogy már az előttem jövő generációk kitaposták az utat. Szóval én nekem nem kellett már itt nagyon harcoskodnom, illetve azt is el szeretném mondani, hogy nekem az apai nagypapám kifejezetten egyenlőségelvű volt, mert ugyanúgy beállt a konyhába főzni, konyha fiúként, segédként segítette a nagymamámat, szóval annyi jó példát láttam a családunkból, hogy nem kellett harcolnom. Szerencsém volt. Én se tudok olyat mondani, mert mindig is nő akartam lenni, vagy nagyon jól érzem magam nőként a saját bőrömben. Vannak azért apró erőnyök, apró gesztusok, amik mi nők a haszonélvezői vagyunk, és ezek nagyon fontosak, és nagyon jó lesnek, és erősítik a nőiességünket. Egyetlen mondatot hagyd mondjak, az én férjem édesapja, az minden vasárnap kezet csókolt az anyósomnak. Hát azt gondolom, hogy egy olyan család, ahol köszönet illeti az elvégzett munkát, az nagyjából erről szól, mindegy, hogy férfi vagy nő az illető, csak figyeljünk oda egymásra.
Én is nagyon szerencsés vagyok, Kingához hasonlóan nő uralom van nálunk. Tehát egy olyan családban nőttem fel, hogy hárman vagyunk lányok, úgyhogy szegény édesapám volt inkább az elnyomott, ha így lehet fogalmazni, és édesanyám is egy határozott nő. És hogy miért szeretek nőnek lenni? Hát mi nem, igazából nem is tudok férfiként gondolkodni értelemszerűen, tehát szeretem azt, ami vagyok, és azt a fajta női szerepekhez kötött sztereotípiát lehet így mondani, hogy a nő a hölgy, és úgy kell viselkednie egy férfinak. Tehát ezt a konzervatív, klasszikus felfogást, ezt igencsak kedvelem a mindennapok során, úgyhogy, és ezt örömmel élem meg. Köszönöm szépen, hogy itt voltak nálunk, és meséltek, beszéltek a nőkről, a nők egyenjogúságról. Egyenjogúságáról és a saját történeteikről, gondolataikról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmet köszönöm, tartsanak velünk pénteken is, viszontlátásra!